A szörnyű verónai busztragédia híre sokkolta az egész magyar jégkorong társadalmat és szakosztályunkat is. Kiderült ugyanis, hogy a 16 áldozat között volt Víg Balázs, aki korábban a Ferencváros színeiben is játszott. A szakvezetés azért úgy döntött, az Újpest elleni utolsó előtti alapszakasz mérkőzésünket minél nagyobb közönség előtt a Tüskecsarnokban játsszuk le, a találkozó teljes bevételét pedig az áldozatok hozzátartozói javára ajánljuk fel. Igazából ugye ennek a szomorú eseménynek a kapcsán gondoltuk azt, hogy a Tüskecsarnokban hozzuk a mérkőzésbe, ide több szurkolót tud ellátogatni, és a teljes bevételt felajánlottuk a buszbalesetben elhunytak részére, így úgy gondolom, hogy így azért nagyobb összeggel fogjuk tudni támogatni őket. Én úgy gondolom, hogy a ferencvárosi szurkolókra és a játékosokra is ráfér, hogy egy teltházas 2000 ember előtt játszanak. Bár szomorú okok miatt mégis különleges hangulatú derbire készülhetett a két csapat. Ez is csak egy jégkorong mérkőzés, még akkor is, ha most egy kicsit többről van szó, és a tragédia áldozatairól való megemlékezésnek szenteljük. De onnantól kezdve, hogy bedobják a korongot, ez egy Újpest elleni derbivé válik, amin a végsőkig kell harcolnunk. Jó néhány játékosunk van, aki még soha nem játszott ennyi ember előtt. De ez is a tanulás része, és bízom benne, hogy a közönség támogatásával a legtöbbjük szintet tud lépni, és extrát fog nyújtani. And make that little bit extra. A találkozó első percei a megemlékezés megrendítő pillanataival teltek. Utána viszont mindkét csapat belevetette magát a játékba, a játékosok és a szurkolók is kitettek magukért. Remek teljesítmény nyújtottak, hamar megszerezték a vezetést, és bár az eredmény végig szorosan alakult, végül 3-2-re sikerült megnyernünk a magas hőfokú, remek hangulatú derbit. A játékosok és az edzők közül többen is nehéz pillanatokat éltek át, hiszen személyesen is ismerték Balást. Hát nehéz most így beszélni, nagyon jól érezzük magunkat, de tudjuk, hogy miért játszottunk így, és minek az a megemlékezése volt. Legből nehéz, de mégis örömteli volt ez az egész környezet, és úgy gondolom, hogy méltó módon lerúgtuk tiszteletünket, mind az újpesti játékosok, közönség és a ferencváros közönség és a játékosok is. Én ismertem a Szapi is, én játszottam csapattársként is vele és ellenfélként is. Hát engem nagyon megrázott ugyanúgy a Szapit is, és nem akartam elhinni, hogy ez tényleg megtörténhetett, és nagyon nehezen tudtuk így feldolgozni ezt az esetet. Hogy a tehát ház előtt játszani, az nagyon nagy dolog. Sajnos, hogy ilyen szomorú tragédia után töltöttük meg a két csapat összefogásával a stadiont. Hát sajnáljuk, és még egyszer őszintén részvétünket tolmácsoljuk az áldozatok hozzátartozóinak. A csapatnak meg gratulálni tudok, mert oda tette magát, megmutatta, hogy szív van, Fradi szív létezik. Én 10 éven keresztül edzettem a Szabó Cocával, meg a Bóta Gusztával a Balást, egy csendes gyerek, hát nagyon nagy veszteség. A veszteséget pedig, bár pótolni nem lehet, a két fél méltó emléket állította korábban a Fradiban és az Újpestben is játszó Balázsnak és a többi áldozatnak. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.